Rekordszámú résztvevővel zajlott le a július 4-e és 7-e között tartott 62. Rácz László vándorgyűlés, melynek idén az Óbudai Graphisop Park adott otthont. Idén 260 hazai és a környező országokban magyar nyelven tanító matematika tanár látogatott el a rendezvényre, melyet több évtized után szervezett ismét a fővárosba a Bolyai János Matematikai Társulat. Évente rendezzük meg, és 1961-ben volt az első, és 2020-ban a Covid miatt elmaradt, karanténban voltunk, 2021-ben online megcsináltuk, azt beszoktuk számolni, vagy megszerveztük. És hát tavaly Egerbe volt, most itt Óbudán a Graphisop Parkban, és vándorlunk. És minden évben egyszer. És miért fontos, hogy minden évben összegyűjjenek? Hát ennek sok oka van. Egyrészt egy szakmai felfrissülés. Az iskolai év után nem véletlen rettezik július elejére, mindig ekkor tartjuk. Matematika tanárok egy kicsit lazább környezetben vége az érettségéknek, vége az iskolai évnek, de ugyanez az egyetemeken is vége a vizsgaidőszakoknak, tehát hogy egyféle szakmai, másrészt meg egyféle találkozunk másokkal, egy zalaegerszegi, egy nyíregyházival, tehát hogy valamiféle kapcsolatok ápolása is. És hát azt azért most hozzá kell tenni, hogy most erre mind a szakmai mentálhigiéni ápolásra, mint egyáltalán a mentálhigiéni ápolásra ma nagyon nagy szükség van. Ha lehet, akkor talán fokozottabban, mint bármikor az elmúlt 60-valahány évben. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Tulajdonképpen ezért nagyon nívó szakmai programok, hazavihető dolgok, amit a tanításban sokan föl tudnak használni, meg hogy mit csinál a másik. És akkor itt mindenféle barátságok, kapcsolatok szövődnek, szakmaiak is, nem csak szakmaiak. Tehát, hogy ebből a szempontból is egy nagyon fontos dolog. A vándorgyűlés megnyitóján elsőként Simon Péter, a Bolyai János Matematikai Társulat főtitkára köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy az itt elhangzó gondolatok és ötletek, illetve új ismertségek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a matematika tanítás továbbfejlődhessen. Látjuk, hogy a matematika tanítása azért nem egy statikus valami, tehát 60 év alatt sok minden megváltozott, és ahhoz, hogy napra készek legyenek a tanárok, egymástól tudnak legjobban tanulni, illetve a szakmódszertanos kollégáktól, hogy hogyan érdemes jól matematikát tanítani. És hogyan érdemes jól matematikát tanítani? Hát ha én ezt tudnám, én magam is tanítok, de egyetemen, ott egy kicsit könnyebb, mert a diákoknak a nevelése, meg a nyesegetése már nem olyan fontos feladat. Azt gondolom, hogy szeretni kell a matematikát, mint tantárgyat, és szeretni kell a gyerekeket. De ez még lehet, hogy ennél szakmaibbat is tudnak mondani azok, akik itt előadást fognak tartani a vándorgyűlésen. Ha már az előadásoknál tartunk, nyilván nem kérem, hogy az összeset, de nagyjából milyen területekre számíthatnak az ideérkezők? Miket fognak hallani? Általában szekciókra bomlanak az előadások minden évben. Az alsó tagozatosoknak, a felsősöknek és a középiskolásoknak, sőt a középiskolán belül az általános tantervű, illetve a speciális matematika tantervű tanároknak szóló előadások lesznek. Lesz olyan is, ahol tanárok versenyezhetnek egymással matematika feladatok megoldásában, illetve hát a saját területükön tanulhatnak abból, hogy milyen módszertani eszközökkel lehet modern módon matematikát tanítani. A vándorgyűlés hagyományaihoz híven a megnyitót követően a résztvevők megemlékeztek azokról a kollégákról és előadótársakról, akik az idei eseményen már nem vehettek részt. Ezt követően szintén a hagyományokhoz híven a Beke Manó emlékdíjak átadása következett, melyet 1951-től minden évben a hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munka elismeréseként osztanak ki. A Rácz László vándorgyűlés megnyitója ezután a Reményi díjak átadásával folytatódott, melyet azok a középiskolai tanárok vehettek át, akiknek a tanítványai az adott év versenyein országos szinten kiemelkedő eredményt értek el. Milyen érzés volt átvenni ezt az elismerést? Fantasztikus, nagyon-nagyon örültem. Én már egyszer megkaptam a Graphisop díjat, és akkor is nagyon-nagyon boldog voltam a díjátadásakor. Ezt az OKTV díjátadó keretén belül kaptam meg, de Gubajár Gábor akkor nem volt ott. És most, hogy tudtam, hogy itt lesz, még most is libabőrös vagyok, mert nagyon fontos volt vele a találkozás, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm neki is, meg a Bolyai Társaságnak, hogy észrevették az eredményeimet. Itt
ugye a matematikus tanárok találkoznak, átbeszélik a tapasztalatikat, akár jó gyakorlatokat, akár ilyen versenyfelkészítéseket adnak át. Na de miért fontos, hogy ne csak a diákok szemszögét nézzük, hanem a tanár szemszögét is? Hát azt hiszem, hogy az, hogy mi jól tudjunk dolgozni, ahhoz egymás gondolatait, egymás tapasztalatait, ki hogyan, ki milyen módszertannal, ki hogy próbálja a diákokat megnyerni arra, hogy fontos a versenyeztetés, hisz ezt a díjat azért elsősorban a versenyeredményekért kapjuk, és mint tudom Bolyár Gábornak, elsősorban az OKTV és másodszorban az Arany Dániel matematika verseny az, ami fontos, de természetesen az érettségi, a sikeres érettségi vizsgák, és az emelt szintű érettségi vizsga, de megmondom őszintén, hogy számomra nagyon-nagyon fontos, és ezt a diákjaim is visszaigazolják, azt, hogy olyan tudást kapjon a középiskolába, amelyikkel az egyetemeken megállják a helyüket. A nyitónap első előadását Bolyár Gábor, a Graphisoft, az Aquincumi Technológiai Intézet, illetve a Reményi Díj alapítója tartotta meg a Matematika Oktatás, mint az ország egyetlen gazdasági kitörési pontja címmel. Az előadás alatt elhangzott, Magyarországot a matematika oktatásba való befektetéssel lehetne a világ vezető országai közé emelni. Arról szeretnék beszélni, hogy az oktatás az mekkora gazdasági erőforrás. Az oktatásban történő beruházásnál jobban megtérülő beruházás nem létezik. És hogy ez létezett Magyarországon, egy ilyen szín, egy magas oktatás, magas szintű oktatás, aminek az én volt cégem is köszönhette a sikerét, és hogy sajnos ez mennyire romlott az utóbbi időben, és mennyi dolgunk lesz ennek helyreállításában. Itt most ugye matematika tanárok vesznek részt ezen a vándorgyűlésen, mint minden évben, de miért fontos, hogy összegyűljenek a tanárok és találkozzanak, beszélgessenek? Hát először is találkozni kell, mert társadalomban élünk és szeretünk találkozni, és motiváljuk egymást, és gondolatainkkal további gondolatokat tudunk serkenteni, de a matematika az különösen fontos. Hát egy olyan gazdasági környezetben vagyunk, amit úgy hívnak, hogy az informatikai forradalom, ami is erről is fogok beszélni, jóval többet jelent, mint a negyedik ipari forradalom, aminek elterjedt nevezése már 2016 óta van, de ez alulbecslésre, ez ennél jóval többet jelent, és ennek az alapja a matematika. Tehát a matematika oktatása az, ami ezt a országunkat, hazánkat gazdasági növekedésre tudna állítani. A vándorgyűlés a 2022-es Rácz tanárúr életműdíjas matematika tanárok előadásaival folytatódott. Az életműdíjat azok a középiskolai és általános iskolai tanárok kaphatják meg, akik matematika, fizika, kémia, valamint biológia oktatás területén kimagasló szerepet töltenek be a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. Abból az apropóból tartok előadást, hogy idén én kaptam a két Rácz tanárul életműdíj közül az egyiket, és akik ezt kapják minden évben az első napon, ott adnak elő, 30 percben, és hát valami olyan kellett választani, ami egy kicsit azért a pályámról szól, ami eddig történt velem, és kiválasztottam három olyan szép feladatot, amiről beszélnék, nem is csak magukról a feladatokról, hanem arról, hogy én ezeket az amúgy nehéz feladatokat hogy próbálom tálalni a gyerekeknek, hogy próbálom ugye előkészíteni más feladatokkal, hogy azok a feladatok, amiket én elsőre, amikor láttam, én is úgy éreztem, hogy ezek nagyon nehezek és megoldhatatlanok, azok mondjuk egy szakköri foglalkozás végére, vagy két foglalkozás végére a gyerekek számára megoldhatók legyenek. Ön mit gondol, miért fontosak ezek a vándorgyűlések, vagy az ilyen események, ahol a matek tanárok tudnak találkozni? Nekem a kollégám, aki először elcibált ide tulajdonképpen, azt mondta, hogy itt annyi jó előadást hallok, hogy abból egy évre megvan a szakköri anyagom. Ez 26 évvel ezelőtt volt, és ez azóta is igaz tulajdonképpen. Tehát úgy fel lehet töltekezni olyan feladatanyaggal, olyan tapasztalattal, új módszerekkel, új ötletekkel, ami utána az év során színezi az ember hétköznapjait így kicsit, hogy nem ugyanazt kell csinálni minden évben, hanem mindig lehet egy picit mást, hogy érdekes legyen, izgalmas legyen, kihívás legyen. Ön hogyan ajánlana a többi kollégának, aki még gondolkodik, hogy eljöjjön, hogy miért érdemes?
Talán azt mondanám, hogyha pici bármi kételje is van, hogy a napról napra mindig be kell menni az osztályterembe, és ugyanazt kell csinálni, és egy kicsit is úgy érzi, hogy ebbe kezd belefásulni, kezdi unni a dolgot, vagy kezdi nem olyan lelkesedéssel csinálni, mint amikor elkezdte, akkor azért kell eljönni, hogy mint egy ilyen jó üzleti forró zuhany találkozón, megkapja azt a töltést, azt a motivációt, ami egy évig kitart. Seprő egyenes, konvex burok, nimjáték. Csupán néhány kult szó Erdős Gábor előadásából, melyben az emlékezetes feladatokon keresztül arról is beszélt, hogy hogyan lehet élményszerűvé tenni a matematika oktatását. Ezt követően a nyitónap zárásaként az érdeklődők a szintén Rácz tanár úr életműdíjas, Varga József tehetséggondozásról szóló előadását hallgathatták meg, melyben az előadó saját tapasztalatait, illetve foglalkozásait mutatta be a résztvevőknek, kiemelve azt, hogy nem szabad hagyni, hogy a tehetséggondozás csak a szakkörök idejére korlátozódjon. A vándorgyűlés további napjait idén is négy nagyobb szekcióra osztották fel. Az alapfokú intézményekben az alsó és felső tagozat, a középfokú intézményekben pedig az általános tantervű, illetve a speciális matematika tantervű tanároknak szóló előadásokkal várták az érdeklődőket. Utóbbiba tartozott Regős Krisztina, a Diszkrét gömböc nyomában címmel tartott előadása is. Poliédereknek a mechanikai tulajdonságairól fog szólni, amely a PhD-m fő témája is, úgyhogy erről fogok beszélni. Ezt a kutatást nem egy éve kezdtem, mint a PhD-mat, hanem körülbelül 5 évvel ezelőtt, akkor kapcsolódtam be a BME morfodinamika kutatócsoportjába, amelyet Domokos Gábor vezet, és ők már sok éve foglalkoznak ilyesmi poliédereket vizsgáló témákkal. És neked mi tetszik ebben a témában, vagy mi fogott meg téged? Engem az fogott meg, hogy az építészkaron viszonylag kevés matek tárgy van, és kevés a matek oktatás, viszont olyan gimnáziumban jártam, ahol nagyon sok matek óránk volt, és nagyon érdekelt gimiben ez. Úgyhogy hiányzott valami ilyesmi, hogy ezzel foglalkozzak, úgyhogy nagyon örülök, hogy megtaláltam így a karon belül erre a lehetőséget, és a kutatócsoportban olyan emberekkel dolgozhatok, akiket szintén így a matematika érdekel. Milyen a jó kutató? Tette fel a kérdést előadásában professzor dr. Szántai Csaba, oktató, kutató, a Richter Gedeon szerkezet kutatási osztályának vezetője. Elhangzott a válasz összetett, hiszen a jó kutató nem csak a sikereihez, hanem a hibáihoz is tud kapcsolódni, épülni belőlük. Az előadó hozzátette, a kutatói tehetség a való világban több rétegű, hiszen nem elég a magas szakmai tudás és tapasztalat, ha érzelmi intelligencia, ha megfelelő attitűd nem párosul mellé. Ez elcsúszott meg kicsit, tehát van hajolva, és így... De így pontosabb, hogy gyógyszertem. Így gyógyszertem, pontosabb, igen. Kódolás robotokkal és egyéb eszközökkel. Ezzel a címmel tartotta meg alsó tagozatos matematika tanároknak szóló előadását dr. Lénárd András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító és óvóképző kar digitális pedagógiai tanszékének vezetője, aki előadásában bevezette a résztvevőket a kódolás alapjaiba olyan feladatokon keresztül, mint a kódfejtés, a színkódolás vagy az algofejtörők. Kódolás az egy viszonylag új terület, nem csak a matematikában, hanem tantárgyközi összefüggésben is. Egy olyan új lehetősége a gondolkodásfejlesztésnek, amelyik sokkal közelebb áll a gyerekekhez, mint úgymond néhány tradicionális matematika feladat vagy megoldás. Tehát nagyon népszerű, nagyon fejlesztő és digitális környezetben is megvalósítható. Bár a mai előadáson pont arról fog szólni, hogy nem csak digitálisan lehet kódolni, hanem egyszerű házilag készíthető eszközökkel is. De utána sor fog kerülni a robotokra is, akik most a legnépszerűbb eszközei a kisgyermekkori kódolásnak. Milyen robotokat hozott el erre az alkalomra? Hát ugye a sok egyszerű házilag készített eszköz mellett néhány padlórobotot hoztam, különböző típusúakat, de legtöbbet a B-Bot, Blue-Bot padlórobotból hoztam, mert az iskolákban ez eléggé elterjedt, tehát az óvodákban és az alsó tagozatban legnagyobb számban ezeket használják, de elhoztam a nagyobb testvéreit is, az Inobotot, Rács robotot, meg egy-két Clementoni robotot, ami ugye átmenet a professzionális oktatási eszköz és a játék között. És miért fontos, hogy akár ezeket is oktatási eszközként használjuk, akár már az óvodában vagy kisgyerekkorban? Ez egy olyan eszköz,
ami egyrészt nagyon népszerű a gyerekek körében, mert ezeket a padlórobotokat valamilyen gyermekközeli külsővel látják el, tehát valamilyen állat, vagy kis kedvenc, vagy pedig egy klasszikus humanoid robot külsőt adnak neki. De egy olyan eszköz, ahol a gyerekek szabadon kísérletezhetnek, kipróbálhatják az elgondolásaikat, hogyha nem sikerül, akkor a robot ugye úgy, nem úgy reagál, ahogy szeretnék, de meg tudják változtatni a kódot, akkor el lehet hozni. Játékszituációkat lehet a segítségével elérni, de egyben menő is, mert olyan alkalmazások is vannak, amik utánozzák egy kicsit az ipari robotokat, vagy a filmeknek a robotharcosait. Tehát nagyon gyerekközeli, és úgy gondolkodnak, alkotnak stratégiákat, algoritmusokat a gyerekek, hogy nem veszik észre. Még ugyanezt mondjuk egy hagyományos matematika feladat összefüggésben már nagyon sokszor nyűgnek, érik meg. Ha már itt tartunk, ugye most matematika tanárok, matematikusok vannak jelen. Miért fontos, hogy ők lépést tartsanak a változással, az innovációval? Szerintem a matematika tanárok között a szakmai rész, a tudományos rész az abszolút korrekt és jó. De úgy vettem észre, hogy az utóbbi időben avval van probléma, hogy ezt a gyerekek számára hogyan lehet emészthetővé, elfogadhatóvá tenni. Ugye egy átlag gyereknek alapvetően nem matematikai irányultságú az érdeklődése, mégis egy csomó olyan készséget meg kell erősítenünk, vagy ki kell alakítanunk benne, ami fontos a továbbiakban. És nagyon jó, hogyha a matematika tanárok, vagy a matematikát tanító alsó tagozaton tanítók látnak olyan megoldásokat, hogy hogyan lehet a digitális környezet, az azonnali reakció, a kreativitás lehetőségeit egy kicsit a hagyományos feladatokba is beoltani. Mint 2015 óta minden évben, idén is az előadók között volt Csapodi Csaba és Koncz Levente, akik a 2023-as matematika érettségi tanulságairól, a diákok által kihagyott vagy épp legnagyobb számban megoldott feladatokról, illetve a tanári javítás kapcsán felmerülő kérdésekről tartottak előadást. Hát talán a legérdekesebb az az, hogy nem volt benne semmi izgalmas, ami jó hír. Mert azt jelenti, hogy nem volt probléma, nem volt olyan feladat, ami jelentősebb vitát váltott ki. A megoldottság az jónak tűnik, tehát a középszintű érettségének az országos átlaga az egy picivel elmarad a tavalyi rekordtól, de az eddigi legjobbak között van, és az emelt szintű érettségi átlaga is úgy tűnik, hogy a elmúlt 10-15 évben az eddigi legmagasabb, ugye talán ezért sem voltak különösebben viharos visszhangok. Ugye most itt matematika tanárok, matematikusok vesznek részt. Hogyan lehet motiválni őket is, rajtuk keresztül a diákokat is az érettségihez? Mert azért elmondhatjuk, hogy a matek érettségi sok diák talán legnehezebb rémálma, akadálya? Hát biztos, hogy sok diáknak a legnehezebb rémálma a matematika, az egy ilyen mumus tantárgynak számít. Ez egy eszékérdés, hogy hogyan lehet őket motiválni. Ez biztos, hogy én a saját gyakorlatomban azt próbálom meg elérni, hogy pont ezt a mumus jelleget megszüntetni. Tehát, hogy igyekszem, amikor találkozom egy csoporttal, akkor őket minél hamarabb sikerélményhez juttatni, hogy megszüntetni ezt az idegenséget, ezt a nagyon sokat ismétlődő kudarcélményt sikerhez juttatni őket, elhitetni velük azt, hogy meg tudják csinálni, hogy ők is lehetnek ebben ügyesek, és akkor ez tud önbeteljesítő jóslatként működni, és mire az érettségihez elérünk, már van annyi önbizalmuk, hogy talán ezt a mumus jelleget sikerült megszüntetni. Idén a különböző elméleti és módszertani előadások mellett a Bolyai János temesvári levelének 200. évfordulója alkalmából összeállított kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. A 62. Rácz László Vándorgyűlés egy akkreditált továbbképzés is volt, melyen a résztvevők a 4 nap alatt több mint 40 előadást hallgathattak végig.